Knuster és Szagál, de nincs pozícióelőny, most próbál Bese mellett elmenni Szagál, és még nála is a labda, a beadás középre, és ott a gól. Másodszorra már összejön, Lisztes egyenlít. 15 másodperc alatt nem tudott gólt szerezni, 15 perc alatt igen. 1-1. Bese úgy nézett, hogy ezt a csatát most megnyeri, de Szagál visszaszerzi a labdát, és mindenki mellett elmegy. A csúszós talaj előnyeit az önfeláldozó ifjabb Lisztes Krisztián használja ki. És egyenlít ezzel a góllal a Ferencváros. És a Fehérvár rosszul hozza ki a labdát, és ott a második Lisztes gól. Ha egy bolt beindul, Lisztes Krisztián. Nincs még 18 éves. Emlékszünk hasonló nevű játékosra, aki ilyen fiatal korában szintén nagyon jól játszott. És gyönyörű pályafutást futott be. A labda kihozatal nem sikerül. Traoré pedig nagyon előzékeny. Csongvai pedig ezt az évet azt hiszem megemlegeti, ezt az idényt a Ferencváros ellen. Ő hibázott nagyon nagyot. Traoré kiszolgál, Lisztes befejez. Zakariassen együtt örül.